Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Lánchid Rádióban, 12 óra 31 perc a pontos idő, és március 28-a van. Gyakorlatilag szépen lassan belegyalogolunk a tavaszba. Egy év múlva azért ez, mert egy jó a forró tavasz lesz majd. De hol van az még, mondaná erre nagyapám. Viszont Beszélgetni fogunk a következő fél órában, mégpedig kronológiailag tekintünk vissza a rendszerváltás idejére, 1989-től indulva, és a köztársasági elnökökről beszélgetünk. Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó venégem, napot Üdvözlöm. Félig kicsit szórakoztatva, félig pedig azért informálva. Nos, hát volt ugye egy köztársasági elnök választásunk most, ami azért volt érdekes, mert uh, akkor a port nem kavart a közvéleményben egyéb iránt, mint, uh, mint, mint, egyébként mondjuk egy négy évente történő választás, vagy adott esetben bármilyen más politikai vihar. A köztársasági elnökök tekintetében Schmidt Pál ügyét lesz számítva, ugye akinek ideje előtt távoznia kellett, ugye önként állt föl. Uh, maga a köztársasági elnök választás valahogy ingerküszöbb alatt maradt. Miért lehet ez? Egyrészt előre lehetett sejteni, hogy Áder János fog győzni, tehát ilyen értelemben nem volt esély arra, hogy nagy meglepetés érjen minket, de szerintem azért sem ütött át úgy Isten igazából az inger küszöböt, mert a ellenjelöltnek a beszéde, tehát Majtényi Lászlónak a beszéde, nem volt olyan magával ragadó, olyan releváns új gondolatokat tartalmazó beszéd, amelyre sokan felkapták volna a fejüket, hanem javarészt a korábbi liberális jogelméleti álláspontból kiindulva fogalmazta meg a kritikáit Majtényi László. Sok meglepetése ezekben szerintem nem volt, úgyhogy ezen kettő ok miatt, tehát a viszonylagos esélyte, tehát az esélytelenség, illetve Majtényi László nem túl magával ragadó beszéde, ez a kettő pont okozta az, hogy igazából nem keltett hatalmas figyelmet a köztársasági elnök választás játszhatott a -e szerepet ebben az, hogy ilyenkor a népet ugye nem kérdezik meg? A Jobbiknak ugye volt ilyen felvetése, is, hogy már pedig a, a választó polgárok választanak köztársasági elnököt, hiszen akire szimpátia alapján szavaznak, akkor az egy nagyon jó lehet az ország élére. Szerethető figura lehet, követék nem megosztó, és a többi. Sőt, az MSP már korábban felvetette az elmúlt 25 évben, hogy a népnek kéne választani a köztársasági elnököt. Igaz, amikor az MSP volt kormányon, ez valahogy mindig egy kis hát feledésbe merült. Tehát a kormánypártként a szocialisták már kevésbé erőltették ezt az elképzelésüket. Az, hogy a nép megválasztja a köztársasági elnököt, az annyiban nyilván jobban átütné a közvélemény figyelmét, hogy akkor a politikai harcokba még jobban belemenne a köztársasági elnök megválasztása. Jól láttuk most nem olyan rég Ausztriában 2016-ban, amikor <több>, több forduló kellett ahhoz, hogy Fanderbellen nagy nehezen legyőzze a szabadságpárti Norbert Hofer, és bizony időnként meglehetősen heves tévéviták kísérték az ottani köztársasági elnök választás, tehát valóban nagyobb figyelem lenne a köztársasági elnök választása. Egyébként azt szokták mondani a nép általi köztársasági elnök választást ellenzők, hogy nincs sok értelme egy gyenge funkciójú köztársasági elnököt nép által megválasztani. Na most én két szempontból is ezt száfolnám hiszen Ausztriában is egy jelentős figyelmet kísér, jelentős figyelemmel járt az ottani köztársasági elnöki kampány. Másrészt azért még az úgynevezett gyenge köztársasági elnöknek is szoktak lenni igen fontos funkciói. Például Magyarországon sokan elfelejtik, hogy különleges jogrend esetén rendkívüli állapot, szükségállapot a köztársasági elnöknek a rendszerváltozás, tehát 90 óta jelentős hatalma, körei vannak, például honvédelmi tanácsnak a felállítása ügyében, például bizonyos rendeleteknek a kihirdetése ügyében rendkívüli helyzet hát esetén. ugye a négy választások fontos dátumát, ugye? Vagy, ő például, hirde ő ki? vagy például hát ő szabja meg a, a korábbi alkotvány, illetve a mostani alaptörvény a köztársasági elnöknek adja meg a miniszterelnök jelölésének a jogát, mármint a parlamentnek való jelölésének a jogát. Nyilván ez egy hagyomány, hogy egyeztet a pártokkal, és a legerősebb párt vezetőjét bízza meg a kormány alakítása a köztársasági elnök, de ez például egy jelentős funkció. Jelentős funkció Magyarországon a köztársasági elnöknél az is, amelyek eddig nem voltak egyébként kihasználva, jelzem, hogy törvényjavaslatot kezdeményezhet, és felszólalhat az országgyűlés ülésein. Ha visszaemlékszünk az elmúlt 27 évre, egyetlen egy köztársasági elnök sem töltötte ki ezeket a lehetőségeket. Mi lehet ennek az oka? Hát azzal kell kezdenem, hogy ez a két funkció eléggé idegen attól a köztársasági elnöki képtől, amely a magyar politikában az elmúlt 27, 27 évben meggyökeresedett. Nevezetesen az, hogy a köztársasági elnök legyen a pártak fölött álló a napi aktuál politikától elmozduló személy. Ö ugyanis, hogyha törvényjavaslatokat terjesztek be, mint köztársasági elnök, hát akkor fennáll a lehetőség, ha úgy tetszik, veszélye annak, hogy belebonyolódom a napi politikai posványba és csatározásokba, hiszen ha beterjeszt egy köztársasági elnök törvényjavaslatot, akkor megindul a pártok közötti vita a parlamentben, lesznek mellette vagy ellene érvelők, és a köztársasági elnök önkéntelenül bevonódik egy napi adok-kapokban, úgyhogy inkább nem is az a kérdés, hogy a köztársasági elnökök miért nem értek ezzel a funkcióval, hanem az, hogy miért tettek ilyen jogosítványokat, miért alkottak ilyen jogosítványokat annak idején a köztársasági elnököknek a 89-90-es alkotmányos forradalom idején, és miért nem szedtek ki a 2012-es alaptörvény ezt a két funkciót. Viszont ez a két funkció is azt alá, amit az elő Próbáltam mondani, hogy nem igaz az a leegyszerűsítés, hogy a magyar köztársasági elnök egy gyenge köztársasági elnök funkcióját tekintve. Én inkább közepesnek gondolnám az ő funkcióit, vagy azoktól egy kicsit gyengémnek, de az leegyszerűsítés, hogy a köztársasági elnöknek Magyarországon szinte csak protokollális funkciói vannak. Hát három, ez, egy, ez nincs. Az így. átlag, az átlag polgár három dolgot tud a köztársasági elnökről. Az egyik, ugye, hogy új évkor ő mondja a beszédet. A másik, hogy időszakonként ugye visszadob törvényeket. A harmadik pedig, hogy szintén időszakosan közkegyelmet gyakorol. Érdekes egyébként ez utóbbi, hogy, hogy, hogy azért ezt annyira nem rakják ki az ablakba. Gyakorlatilag egyetlen egy kabinet sem, hogy mondjuk adott esetben a köztársasági elnök hány alkalommal utasított el kegyelmi kérvényt, vagy hány alkalommal írta ezeket alá. Ez miért lehet? nem tudom, szerintem a sajtó érdeklődésének a hiánya is közrejátszik ebben, tehát ez nem egy olyan kórens téma, amely nagyon felvillanyozna a közvélemény. Volt egy kivétel, ez Kunos Péter, ugye? Ez 1998-99-ben volt, amikor Dávid Ibolya igazságügyminiszterként elutasította Kunoski Péter kegyelmi kérvényét. Egyébként Dávid Ibolya ezáltal lett egy meglehetősen népszerű politikus. Innen kezdődött az, hogy ő népszerű ő politikusként tudott az MDF élén hát mondjuk úgy, hogy tündökölni, de valóban ez nem tartozik a politika kiemelt témái közé, viszont felhívnám még egy-két viszonylag erős jogosítványra a figyelmet a köztársasági elnöknél. Hát Gondoljunk csak arra, ha már említette a törvények visszaküldését, nem mindegy, hogy milyen törvény visszaküldési lehetőségről van szó. Van ugye a politikai vétóról szól, amikor a köztársasági elnök megfontolása küldi vissza a törvényjavaslatot a parlamentnek, amely nem köteles ezt figyelembe venni, akár még egyszer. Akkor ez nem valódi vétója. Ez nem. Viszont van egy ö, erősebb vétó lehetőség, ez az alkotmányos vétó, amikor a köztársasági elnök az alkotmánybíróságtól kéne norma kontrollt, és ebben az esetben addig a törvény nem léphet hatályba, és hogyha az alkotmánybíróság megsemmisíti, vagyis nem engedi életbe hatályba léptetni az adott törvényjavas törvényt, akkor bizony az a törvény a köztársasági elnök alkotmányossági vétója miatt sem tud életbe lépni. És van egy újabb fontos dolog, hát a parlament feloszlatásának a lehetősége. Ez a korábbi alkotmányban is benne volt egyébként, tehát hogy például, hogyha nem sikerül 40 napon belül miniszterelnököt választani, akkor feloszlatható a parlament, de van még egy lehetőség a. a ez megtehető akkor is, hogyha a parlament március 30-ig nem fogadja el a költségvetést. Ezt az alaptörvény tette be a, a, a köztársasági elnök lehetőségei közé, és a költségvetés elfogadása például azért is húzódhat, mert a költségvetési tanács megvétózza a parlament által egyébként elfogadott költségvetést, amennyiben a költségvetési tanács szerint a parlament nem gondoskodik az államadóság megfelelő csökkentéséről. Ugye a költségvetési tanács tagjai ugye az ÁSZ, tehát az állami számvevőszéknek az elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a köztársasági elnök által kinevezett elnök, jelenleg most Kovács Árpád, aki korábban az állami számvevőszék vezetője volt. most ez azért érdekes, mert, hogyha például az ellenzék jutna hatalomra jövőre, akkor szembe kell nézni azzal, hogy a költségvetési törvény nem fog átmenni, hogyha bizonyosokból a alapvetően inkább Fideszhez közeli költségvetési tanácsnak nem tetszik, és ezzel a legdurvább esetben még azt is el lehet élni, hogy egy ellenzéki többségű parlamentet a legkirívóbb esetben feloszlasson a köztársasági elnök. Hazazavarja őket. Így van. Magyarul. Tehát azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy valójában a közvélekedéssel szemben a magyar köztársasági elnök hatásköre korán sem olyan gyenge, mint ahogy elsőre gondolnánk. Nem olyan erős persze, mint egy amerikai elnöké, vagy a fél francia köztársasági elnöki, aki akár még a kormányülésre is bemert, vagy mondjuk a román köztársasági elnöké, de azért egy elég jelentős eszköz van, és hát nem beszél beszélve arról, hogy amit már mondtam, hogy rendkívüli helyzetben milyen jogosítványai vannak. Úgyhogy én azt se bánnám például magam részéről, nem tartanám ördögtől valónak, hogyha például a nép választana Magyarországon köztársasági elnököt, mert igenis volna jelentős tétje annak, hogy ki a köztársasági elnök, mert az általam előbb elmondottak alapján bizony időnként irgalmatlan mozgástere is lehetősége van a magyar köztársasági elnöknek. Nagy Attila Tibor elemző a méltányosságpolitika politika elemző központ munkatársa, a mai kulissza vendége. Ahogyan hallották az elmúlt percekben, köztársasági elnökökről, illetve a funkcióról beszéltünk, illetve azoknak egy-két kevésbé közismert tényállásáról. Beszéljünk egy kicsit a karakterekről, már hogyha a közjogi méltóságok kapcsán lehet karakterekről beszélni. Hát ugye nagyon sokan elfelejtik azt, ugye, hogy az első köztársasági elnök az ugye nem Gönc Árpád volt, hanem Szűrös Mátyás, amikor ugye a magyar köztársaságot 89. október 23-án kikiáltották, és ő egyfajta átmeneti funkciót töltött be, tehát nyilván nem dobott vissza törvényjavaslatokat és a többi, hanem gyakorlatilag megágyaztak ugye ő, mint házelnök az újkori fiatal magyar demokráciának, hogyha ezt úgy veszük, és Gönc Árpád is hasonló funkció jóban működött addig, amíg meg nem választották tényleges köztársasági elnöké, és ugye Kövér László is házelnökként hasonló pozíciót töltött be, mint Szűrös Mátyás, ugye, tehát a schmidt Pál ügy kapcsán, ugye, amíg meg nem választották Áder Jánost, addig is volt egy ilyen köztes időszak. Ellenben Uh, hogyha végig tekintünk kronológiailag, ugye a köztársasági elnökökön uh, volt nagyon-nagyon népszerű, -nagyon ugye Gönc Árpád, ő volt ugye az első igazi nagy, akit ugye a nagy közönség ismer, mindenki Árpi bácsi, ugye amikor megválasztották, akkor uh, emlékszem, hogy valaki be is kiabált, hogy a szírodóba lehetett hallani, vagy az újságírta, meg nem tudom, hogy Árpikám gyere le a népethez. És akkor ő ment. Tehát egy végtelenül népszerű, kedves és egyáltalán nem megosztó figurája volt a köztársasági elnököknek. Mennyire számít az egyébként, ö, a, amikor kijelölnek adott esetben egy köztársasági jelöltet, hogy hogy ő most ö, mennyire lehet megosztó vagy adott esetben nem. Számít ez egyáltalán ebben az esetben? Ugye, hát, hogy a semlegességről beszéltünk, pártpolitikában nem folyhat bele, ellenben ö, közéleti dolgokban viszont ott lehet. Számít, hogy mennyire megosztó, hiszen a köztársasági elnöknek főleg, ahol nem egy prezidenciális rendszerű, hanem inkább parlamentáris kormányformáról van szó, ott a köztársasági elnöknek van egy stabilizátor funkciója, vagyis az azt jelenti, hogy ő az adott politikai rendszert a maga tekintélyével, autoritásával, népszerűségével stabilizálja. Gönczárpárt kifejezetten jó volt erre a feladata, hiszen emlékezzünk arra, én átéltem azt az időszakot, az akkori politikai rendszer erőteljes negatívumokkal, óriási munkanélküliséggel, leszegényedéssel, tehát nagyon komoly társadalmi feszültségekkel indult, ugye taxisblokád volt 90. október végén, és volt időszak pont a taxisblokád idejében, amikor már, már polgárháborútól kellett tartani, és ehhez képest jött egy szerethető, mosolygó sárpi bácsi, akit nagyon sokan kedveltek azzal azért kicsit vitatkoznom kell, hogy egyáltalán nem volt megosztó, mert Göncárpád egy idő után kicsi megosztóvá vált, főleg a jobb oldal száj és ezt megindokolnám, hogy miért. Hát először is a a jobb oldal, főleg annak a radikálisabb a Csurka István féle szánya, amiből később a mi éplen, nem tudta neki megbocsátani az igazságtételben mutatott viszonyulását, ugyanis Gönc Árpád segített megakadályozni az étényi takácsféle törvénynek a hatályba léptetését, amely arról szólt volna, hogy a szocialista rendszer idején nem üldözött bizonyos nagysúlyú bűncselekmények, mint halálbüntetés, ö, ö, amelyeket politikai okból nem üldöztek, azoknak az elévülése ö, álljon meg, nyugodjék, és újra kezdődjön 1990 májusához képest, tehát hogy magyarul legyen lehetőség üldözni a kommunisták által elkövetett bűncselekményeket, vagy olyan bűncselekményeket, amelyeket a kommunista rendszer, illetve a szocialista rendszer politikai okból nem üldözött. Na most ezt az étényi takácsvélet törvényt az hatályba léptetés előtt Gönczárpár megküldte az alkotmánybíróságnak, mert nem értett ezzel egyet, és bizony a szó vezette a alkotmánybíróság, nem is engedte hatályba léptetni, mert azt mondta, hogy az elévülést olyan mértékben akasztja meg ez a törvény, amely ellentétben áll a jogállamisággal, tehát hogy nincsen büntető törvénykönyvi büntetés hatályos törvény nélkül, úgyhogy emiatt sokan megharagudtak Gönczárpárra, és a 92. október 23-i kifütyülése, nézben ennek is be. Tehát, hogy az akkori erősen jobbos érzelmű emberek úgy érezték, hogy Göncárpár elsikkasztotta a rendszerváltást, ahogy akkori szóhasználatban mondták. Aztán ugye ott volt a médiatörvény, Gönczárpád esetében, illetve a médiaügyek, ugyanis nagyon ragaszkodott volna Gombár Csaba is hangkise elemér akkori rádió és tévi elnökök pozícióban maradásához, az Antal kormány ezt nem akarta, az Antal kormánynak úgy sikerült őket eltávolítani, hogy a, a kormányhoz kapcsolódó költségvetési fejezetbe sorolták a Magyar Rádiót és Televízión, és Gönczárpád sajnálattal vette tudomásul kettejük lemondást, viszont sokáig szabotált az, hogy a kormányhoz közel álló Nálig Gábor és csúcslászló e, alelnök lehessen a magyar televízióban és rádióban. E, és hát ugye a taxisblokkádot is említsük meg, ahol a, a Göncárpárt bizony a kormány szándékával ellentétes politikai irányvonalat testesített meg. Úgyhogy voltám jócskán megosztó törekvés az Antal kormány és a Göncárpárt összehasonlítási elnök között. Tudom, hogy alapvetően egy mosolygós, jóságos bácsiként uh, nyilvánul meg, de az Antall uh, idején nem krás. feltétlenül így volt. Tényleg nagyon népszerű volt. Az már megint más és érdekes kérdés, hogy a honkormány kormány idején viszont már, és az első Orbán kormány idején is, már csendbe, csendes volt Gönc Szárpártán, nem nagyon vállalt konfliktusokat, se a hon kormányal és ami érdekes, az első Orbán kormányjal sem, holott például amikor 98-as választásokat a választások éjszakáján értékelt a második fordulót, akkor ránézett a papírjára Gönc Szárpár és azt mondja, Hát a kép, ami kibontakozik, nagyon érdekes. Isten látja a lelkemet, nem tudom, mi lesz ebből. Tehát lehetett érező, hogy van benne egy ilyen kis furcsa dolog, hogy a kis gazdák is viszonylag jól szerepeltek, és kis Fidesz kormány koalíció lesz. És ennek ellenére valahogy Orbán Viktornak sikerült göncárpárdal jól együttműködnie, holott az első Orbán kormány idején, hát a Fidesz, már az akkori Fideszek voltak olyan ö, lépései, intézkedései, amelyek felháborították a liberális jogállam alapján érzőket, hát ilyen volt például a hát három... Hát a drogtörvény például nem, az is, hogy az, az is okozott vitákat, de én inkább a médiakuratóriumok Fidesz általi befolyásolására gondolok, aztán a parlament ülésezésének megváltoztatására, amelyen most nincs arra időnk, hogy elmondjam azt a jogi trükköt, hogy a Fidesz hogy csinál három hetes parlamentet úgy, hogy az akkori jogszabályok hetenkénti parlamenti ülésezés írtak elő, szóval ezekben az ügyekben a göndszárpár nem szólalt meg. Nagy Attila Tibor elemző a vendégem, a mai kulisszában még maradt pár percünk, beszéljünk egy igen fontos dologról. Ugye aktuál politikában a magyar köztársasági elnökök nem vehettek részt. Ellenben a karakterükkel, én azt gondolom, hogy a karakterükkel, a cselekedeteikkel viszont akár a billegő szavazókat, akár az ellentábort is lehet befolyásolni, hiszen bármennyire is semlegesek voltak, azért mindegyiket egy pár delegálta, akár a Fidesz, vagy akár még a László esetében, hogy az MDF, ugye az MDF-től jött. Ott van például a Sólyom László esete. Ő például fogta magát, és az egyik legnagyobb, tényleg civil, tömegkezdeményezéshez odaállt. Ez volt, hogy a Critical Mass kerekpáros felvonulás, ami gyakorlatilag teljesen a föld alól nőtte ki magát külföldi példára, hogyha valaki nem tudná, hogy ez a városi kerékpározás népszerűsítésre uh, indult, és egyre többen, tehát több tízezer kerékpáros kerékpározott körben minden tavasszal a földnapja környékén. Ebbe például Sólyom László beleállt hogy vajon miért, tehát hogy miért ment el előtte, miért nem, utána miért nem, egyen viszont ő volt, ugye nagyon stram kinézetű civil köztársasági őrök kerékpároztak körülötte elszúrtan, de teljesen szerethető módon ő szépen uh, végig kerékpározta Budapestet kék rövid ujúinkben. viszont mi lehetett ennek a célja? Gondolom én azt józan paraszt észre, hogy adott esetben uh, mondjuk az ellentábort, vagy másokat maga mellé állítson, adott esetben mondjuk a kormánypárt mellé. Mondom én ezt. Mennyiben <kül> lehet igazán? Szerintem Solyom László az ökológiai vonalat követte, ő ezt írtam felvállaltan megválasztásakor, hiszen például a zengő beépítése ellen tiltakozók sétáján is részt vett. Tehát, hogyha ezt a kettőt összevonom, akkor vagy például megemlítem, hogy a nemzeti partok parkokat is látogatta, akkor látható, hogy ő fontosnak tartotta a környezetvédelmet. Viszont Otthon Áder János, bocsásson meg, hát azért ő is fontosnak tartja, hogy a klímapolitikát, a környezetvédelmet gyakorló horgász. Ugye, és t -t -t a horgászok legtöbbi azért, ha nem is feketőves környezetvédő, de azért kint van a természetben, figyel rá, ügyel rá, szereti. De nem vállal igazi ütközéseket nem Tehát a, mondani, a környezetvédelem azért, nem... ügyében át, de nem vállal kemény ütközéseket a kormányjal legalábbis. Nyíltan nem, holott például megszűnt a környezetvédelmi minisztérium elő, elég erőteljesen átalakították a környezetvédelem kormányzati besorolását, civil vezetek szerint totálisra leépítették a környezetvédelem állami rendszerét, és vagy például ott van a napenergia témája, ott van Paks 2 problematikája, és ezekben az ügyekben Áder János nyilvánosan nem szólalt meg, vagy nem nagyon szólalt meg, vagy említhetném a széle energiának a korlátozásáról szóló törvényt is, amelyet nem olyan rég fogadott el a parlament, ott se nagyon emlékszem, hogy a Áder János köztársasági Elnök nagyon szembe ment volna a kormány többséggel. Hát nyilván ennek azért van egy érthető oka. Ö, politikai plegykák, és hát nyilván plegykákra ugye nem adnunk, érdemes beszélni arról még egy-két mondatot, hogy arról szólnak, hogy Orbán Viktor szeretett volna egy olyan köztársasági elnököt alapból, aki akár a mozgó szavazókat, akár baloldalról tud a személyével, karakterével, tetteivel, cselekedeteivel átemelni a Fideszhez ami nem nagyon történt meg, és gyakorlatilag egy B-tervként szerepelt Áder János, amiből lett egy A-terv a végén, és igazából azért nem sikerült egy ilyen karakter találni mondjuk a Fideszből, vagy a Fidesz-KDNP koalícióból, mert mondjuk egy olyan figura kellett volna, mint például Fodor Gábor, ugye a Fidesz egykori tagja, aki, aki vette a kalapját és ott hagyta az anyapártot annak idején, aki egy fiatalos, bár azért idősebb, de azért egy fiatalos szerethető karakter, és ilyesmit nem nagyon találni jelen pillanatban a Fideszben. Áder János azért megtestesít egyfajta intellektuális erőteret, az ő elfogad, elfogadottsága viszonylag jó a lakosság körében, tehát visszatérnék oda, amiről beszéltem a, 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 beszélgetésünk elején, hogy ő azért tudja stabilizálni az Orbán rendszert, vagy ha úgy tetszik az alaptörvény rendszerét, ráadásul jó, nem ő, nem ő volt Orbán ideális embere. Tehát Orbán ideális emberes Mitpál volt a mostani köztársasági elnök elődje, aki mindent aláírt. Tehát ő valóban a, az a alaptörvény motorja volt. csak az... bocsáss meg ki az ideális egyébként? Most az, aki, aki szónélkül mindent aláír, semmit nem dob vissza, és gyakorlatilag végszavaz egy kormánynak. Vagy mondjuk egy olyan ember, aki adott esetben mind a két oldal számára, mind a két tábor számára, szerethető. Hatalom technikai szempontból uh, Schmidt Pál volt az ideális uh, köztársasági elnök, hiszen ő alá dolgozott Viktornak. Viszont, hogyha az ország érdekét nézem, az országon belüli belső hangulatot, akkor nyilván egy olyan köztársasági elnök az ideális, aki bár lehet korábban, vagy lehetett korábban pártpolitikus, viszont uh, ő Pozitív értelemben tudhatni az ország lakosságára. Egy külföldi példát hadd mondjak így a végére. Ilyen volt Richard von Weizsäcker, német szövetségi köztársasági elnök, aki 1985. májusában egy olyan óriási nagyhatású beszédet mondott, amelyet lefordítottak vagy húsz nyelvre, hanganyagokat adtak ki belőle, és, és megindította, illetve tovább erősítette a németek szembenézését a nácizmussal, de úgy tette ezt, mert hogy ugyanakkor a német szenvedőkről is beszélt. Tehát egy nagyon elfogadható, nagyon átélhető beszédet mond, és hogyha valaki ezt a beszédet utólag végighallgatja, arra jön rá, hogy milyen higgadtan és mégis együttérzően tudott az akkori borzalmakról és következményeiről beszélni. Tehát egy köztársasági elnöknek, hogyha ideális vagy ideálishoz közelít, Köztársasági elnökről beszélünk, akkor bizony lehet olyan szerepe, hogy az ország politikai hangulatát jobbá teszi, és ezáltal egy kicsit mindenki jobban érzi magát abban az adott politikai rendszerben. Ilyen szerepe is lehet egy jó köztársasági elnöknek.